Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Dombóváron is megmutatkozott, hogy a szüreti mulatságok nem csupán mezőgazdasági, hanem társadalmi szempontból is fontos események. Színes forgatag, hangos zeneszó törte meg a csendet új Dombóváron, ahol a szép őszi délutánon a József Attila általános iskola diákjain kívül mazsorettesek, zenekarok vonultak a gólyalábasok vezette sorban. Nagyon örülök, ilyen hosszú sort látok magam előtt. Remélem már mindenki rajtam készen áll. Kívánom, hogy mindannyian érezzék nagyon jól magunkat, és jó emlékekkel menjenek haza, és várjuk a 2022-t. Az Újdombóvári őszi fesztivál, a szüreti felvonulás több évtizedes hagyománnyal rendelkezik már, ahol a város apraja nagyja gyűlik össze. Noha az eltelt idő alatt azért némileg változott a forgatag kinézete, de az érdeklődés a mai napig töretlen, tudtuk meg a város polgármesterétől. Dombóvár környezetében több olyan szőlőhely található, amely mai napig is foglalkoznak szőlőtermesztéssel. Nyilván a tolnai borvidéknek nem meghatározó része Dombóvár, de ma is vannak még olyan lelkes nyugdíjasok, és hála Isten már fiatalok is, és ez köszönhető a dombóvári kertbarát szakkörnek, akik mindig tudnak gondoskodni a fiatalokra, és bevonják őket ebben a munkában is. A polgármesteri megnyitó beszédet követően Hegedűs János plébános termény áldására került sor az új dombóvári plébánia előtt. Kérünk, áld meg ezeket az új terményeket, amelyeket az őszi hálaadó betakarítás alkalmából és szimbólumáként idehoztunk eléd. Áld meg ezt az ünneplő sokaságot, mindazokat, akik itt együtt vannak, városunk minden lakóját, és segíts minket mindig szereteteddel, áldásoddal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A dombóvári József Attila általános iskola diákjai az énekzene órákon rigmusok, mondókák, míg magyar órákon a hagyományok felelevenítésével készültek a városi rendezvényre. A már jól begyakorolt mondókákból, csúfolódókból is hallhattunk egy párat. A te fejed a kora, se te fejed a kora, csillárom, hopp, 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 csillárom, hopp. Mint egy szőlőbokrocska, mint egy szőlőbokrocska, csillárom, hopp, 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 csillárom, hopp. Ez első. Van olyan, hogy Ádám, hogy kutya ül a hátam, meg hogy Éva vigyen el a héja. Fanni, bent a macska hajt ki. Orsolya, suha, mind a kocsa. A jelmezbe bújti gyerekek mosolygós arccal izgatottan várták, hogy kezdetét vegye az idei felvonulás, melyre már hosszú hetek óta készültek a pedagógusok. Már az elmúlt 29 évben jó gyakorlat ez, hogy a gyerekek valamilyen módon felvonulnak, beöltöznek valamilyen tematika vagy valamilyen téma szerint. Ezt fogják majd látni a kedves nézők, és lesznek mindenféle hangszereknek, borosüvegnek, népi ruhába beöltözött csoportok. Igyekszünk minél tarkábbak, színesebbek és látványosabbak lenni. 30 éves hagyománya tulajdonképpen, azért mondok 30 évet, ugye tavaly nem tudtuk megtenni, de igazából ez a 30. év, 29. felvonulás, úgyhogy elég rendes hagyománynak örvend a rendezvény, és örvendünk mi is mindenképpen. Felidézik az elmúlt éveknek a zöldözékeiket, és akkor azok közül választanak, vagy igyekeznek valami újdonságot kitalálni. Szeretik mindenképpen ezt a felvonulást, én úgy érzem. A városrésznek ez egy nagyon kiemelkedő rendezvénye és eseménye, mindig nagy sikere van, a közönség részéről is dicséretet kapunk, és ez alapján készülünk a következő évre. Idén is több mint 200 ember vonult Újdombóváron a szüreti forgatagban, ahol a megye több csoportja is képviseltette magát. A gólyalábasokat követte a Pécsi Mazsorett Együttes, az Iregi Laguna Mazsorett Csoport, a Daniel Spear Brass Band és a PTE Brass Band csapata is. Az általános iskola osztályai találó jelmezeket választottak, voltak köztük muzsikások, varjak, szüreti borosüvegek, akik mindannyian a 3. utcától indulva a 6. utcáig vonultak zeneszó mellett. A település szépkorú lakóit köszöntötték Döbrökközön, az idősek világnapja alkalmából. Az őszidő délutánt 5. alkalommal rendezte meg az önkormányzat. A rendezvényen felléptek a helyi iskolás diákok, valamint Rózsás Viktória és Soltész Rezső énekesek szórakoztatták a résztvevőket. Hogy itt állok tálatted, édes drága nagymama, örömében ver a szívem, gyorsabban, mint valaha. Születési évfordulód, ragyogva hív engem, azt hiszem, hogy angyaloknak csengetyűje csengetett. Azt csenget iszed, most össze szép szavakba septiben,
amit érzesz, oly gyönyörűen, mint nem tudná senki sem. Az általános iskolás diákok műsorával kezdődött az idei őszidő délután Döbrökközön, ahol a falu szépkorú lakosait köszöntötték az idősek világnapja alkalmából. Öröm számunkra, hogy a falunkban nagyon sok idős ember van, és elfogadják meghívásunkat. Igyekszünk a délutánt kitölteni színes programokkal, diákjaink, iskolásaink szerepelnek, utána egy helyi néni elmondja a saját versét, és utána pedig sztárvendégeket szoktunk hívni, akik az idős generációnak a nosztalgia számait tudják előadni. Farkas Edit polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, minden közösségnek szüksége van az idős emberekre. Fontos számunkra, hogy az időseket köszöntsük, ugyanis tőlük örököltük meg a falut, tőlük vettük át a stafétabotot, és igyekszünk a nyomdokaikba járni, és ezzel is egy kicsit köszönteni őket. Mindenkinek van egy álma, az egész te lettünk. Van egy nagy-nagy ideája, az egész te lettünk. A folytatásban nosztalgikus dallamok csendültek fel Rózsás Viktória slágerénekes előadásában. Mindig musicaleket énekeltem leginkább, viszont ahogy teltek az évek, és elkezdtem járni egyre több helyre fellépni falunapokra, észrevettem, hogy a közönség egy kicsikét könnyedebb műfajt szeretne hallani, és így belekezdtem feldolgozásokat készíteni, mint Neoton, Família dalai, vagy Kovács Kati, Harangozó Teri, és ezekkel bővítettem a műsort, azóta pedig most már saját dalaim is vannak, úgyhogy hol saját, hol feldolgozás számokat hallhatnak tőlem, de leginkább egyébként a nosztalgikus dallamok azok, amiket magaménak érzek. A fiatal énekesnő jól ismeri a döbrökközi közönséget, visszatérő vendég a falu kulturális rendezvényein. Én nagyon-nagyon szeretek itt énekelni, nagyon-nagyon kedvesek az emberek, mosolyognak, és ez az optimizmus szerintem nagyon, nagyon kell, főleg a mai világban, és én mindig arra törekszem, hogy tényleg jó és kellemes emlékekkel térjenek haza. A rendezvény másik sztár fellépője Soltész Rezső énekes dalszerző volt, aki az idősek által is jól ismert slágereit énekelte a közönségnek. Mindenkinek kívánom, hogy éljen ugyanúgy, ahogyan én boldogam. Aki szeretnek, annak az élet öröm. Mert ez az érzés mindennél többet ér. Akit szeretnek, átlép egy bűvös körön. Akit szeretnek, 120 évig él. Az előadó művész számára a sikert a Szóljon hangosan az ének című dal hozta meg éppen 40 évvel ezelőtt. Azt mondja, amit csak teheti, énekelni fog. Amit én megfogalmaztam, ez is persze abszolút spontán és ösztönös volt. Az az én élettörténetem, és ez az eltört a gitárom, meg a zenekar, meg egyebek, ami azt jelképezte, hogy annak a korszaknak vége van, és egy új korszak kezdődik. És ezen túl pedig az a fajta optimista életszemlélet, amit azóta is, és azelőtt is magaménak tartottam. És ami egyébként itt az előadáson elhangzott utolsó dalban, és szinte vissza, jön, visszaköszön nekem most már több mint 40 éve, hiszen a szőhangos az élnek pont idén van a 40 éves évfordulója. Hogy ez a legfontosabb dolog, hogy az embernek legyen mindig valamilyen kapaszkodója, és mentálisan, vagy egyéb fizikai értelemmel is, de valami, amire tovább tudja építeni az életét, mert ilyen gyönyörű, nagyon szép és érdemes, ezért érdemes mindent megtennünk.
Fényképek a múltból egészen a jelenünkig, ezek jelennek meg a Fénnyel géppel 1965-től 2020-ig című könyvben, mely a fényképész Tillinger Sándor munkáit tartalmazza. Az elmúlt 55 évből közel 100 remek pillanat mesél a kiadványt forgatónak egy-egy helyszínről, személyről, tájról. A könyv a Dombóvári Város Szépítő Egyesület és Őri Gábor segítségével készült el. 1958. Ez az első évszám, amikor fényképezőgépet vett a kezébe Tillinger Sándor, akit már akkor elvarázsolt a fotózás és hajtotta a kíváncsiság e világ rejtelmei iránt. Bátyjától kapott kedvet a hobbi fotózáshoz. Neki volt egy kis fényképezőgép, aztán nekem is volt egy pajtás, és akkor hát otthon elkezdtük, ugye könyvbe plüstnodottunk, és otthon elkezdtük a konyhába tányérokba először nagyítgatni, és hát ebből alakult ki később, úgyhogy hosszú idők alatt, és 63 őszén alakult meg a volt korona régi műfházba. Balázsi Lüci bácsi fafaragó iparművész, Isten nyugosztalja, vezetésével egy fotó szakkör. És hát én oda fiatal legényként bementem, és ott kezdtem el tulajdonképpen tanulni, és hát akkor különböző gépekkel is, technikákkal is, és hát egy hosszú folyamat része volt, tehát most azért nagyon hosszú lenne. Különböző szakkörökben voltam, én is szerveztem szakköröket, és hát évek alatt összegyűlt nagyon sok fotó. Miután a barátoknak feltűnt, hogy milyen jó történeteket oszt meg velük egy-egy fotóhoz kapcsolva, bíztatták, hogy írja meg ezt a sok történetet. Úgy voltam vele, hát nem tudok írni, szóval én nem tudok írni. Ha meg mással iratom meg, akkor az megint másod, akkor nem én vagyok. És hát úgy jött az ötlet, hogy hát akkor legyenek fotók. És ez tényleg egy több tíz év, hát közel 10 éves folyamat része volt, válogattam, mi kerüljön be, mert ugye közben azért országos kiállításokon, pályázatokon is részt vettem, és hát tulajdonképpen ez adta az ötletet. Magánkiadásba indult, de olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy a Dombóvári Önkormányzat segítségével a Dombóvári Városvédő Szépítő Egyesület vette kezelésbe, és az ő kiadásában jelent meg. 55 év munkájából a közel 180 zsűrizett fotópályázat, a 65 hazai és nemzetközi csoportos és 48 egyéni kiállítás fotóiból kellett kiválogatni azt a százat, ami a könyvlapjain a múltban lencse végre kapott pillanatokról mesél. Elsősorban olyanokat válogattam, amelyek pályázatokon voltak és kiállításokon. Tehát ez volt az elsődleges cél, és hát akkor végül azért vannak olyanok, amik a kedvenceim, sőt, hát olyan is van, mert hát ugye negatívok tízezrei vannak még szalagon. Ezeket szkennelgettem lassan, és hát azokból is azért sikerült beválogatni olyanokat, amelyek mondjuk megyei vonatkozásúak, mert kedvenceim, nagy tisztelője voltam vagyok Müzsi Szabó Istvánnak is, és őróla is van egy kis fotóban. Remélem azért megfogja az embereket. Én igyekeztem a hagyományos fotós albumok mintájára megcsinálni, de végül is annyiba más mondhatom, hogy nagyon sok képhez vannak idézetek, tehát olyan, hogy fotósoktól vagy ismert emberektől olyan idézet, ami a fotográfiával kapcsolatos, és ezek vannak betéve. Tillinger Sándor több mint 50 éve van jelen Dombóvár, Tolna megye és az ország fotós életében, mely munkásságával Dombóvárváros önkormányzatának és a Város Szépítő Egyesületnek köszönhetően most egy könyv is elkészülhetett. A kiadványban túlnyomó többségben fekete-fehér fotók jelennek meg, ezek állnak legközelebb Tillinger Sándorhoz, aki azért egy-két színes képet is belecsempészett a Fénnyel géppel 1965-2020 című kiadványba, melynek bemutatóján Fenyvesi Gábor gitárszóval és énekkel köszöntötte mind a fényképészt, mind a megjelenteket. Hullámok nyomva, anya hajába, sose csinékot kisi. Az 50-es évek szűk levegője, tudod a légkör miért? Apáj testem karjára vette, irén.
Dombóváron a koszorúzást követően a Szent Orsolya Bencés iskola központ diákjai és tanárai közreműködésével emlékeztek arra a 13 magyar honvédtisztre, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. A kedvezőtlen időjárás miatt csendes koszorúzással emlékeztek az 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi vértanúra Dombóváron. Az emlékműnél koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket a város és az intézmény vezetők, az Eszterházi Miklós Technikum, illetve a Dombóvári Városvédő és Városszépítő Egyesület is koszorúval érkezett a megemlékezésre. A művelődési házban már a Szent Orsolya Bencés iskola központ diákjainak és tanárainak műsora idézte fel az 1849-es történéseket a megjelentek számára. Tudtuk meg Kerényi Zsolt alpolgármestertől. Ez egy olyan példátlan történelmi esemény volt, ami addig a világtörténelemben nem fordult elő, hogy ilyenfajta megtorlást alkalmazzanak egy elbukott harc után. És hát igyekeztünk ezzel a műsorral pedagógusként is úgy megünnepelni, hogy ennek a lényeg átjöjjön rajta, hogy ez egy ilyen szomorú, lassú elgondolkozásra késztető ünnep. Dombóváron évek óta megszokott hagyomány, hogy a városi megemlékezést egy-egy iskola műsora teszi ünnepélyessé, ezúttal a Szent Orsolya Bencés iskola központ diákjai és tanárai gondoskodtak az ünnepi műsorról. Kardos Attila, az iskola pedagógusa köszöntőjében röviden összefoglalta a történelmi jelentőségű nap legfontosabb eseményeit. A hatodik osztályosok előadása megrendítő volt, hanghatásokkal és gajtöréssel szemléltették a nap jelentőségét és tragikumát. Lázár Vilmos. Bánáti születésű katolikus nős, három gyermek atya. 1843-ban a 34. gyalogezred állományából hadnagyi rendfokozattal nyugdíj nélkül kilépett. Hordoztuk zászlónkat, nem volt rajta váltás. Földhöz vakultunkban, ingünk csürhelyárás. Térdeplő helyben nem volt nyugvásunk, az Úr édesgetésére jó szót sosem találtunk. Makacs férben méreg, makacs szívben sólyom, egy megmérgezett sólyom kirepül ajtóban. Minden hajnalban utána nézek, te kegyedre bízom, mutass neki fészket. Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél meg, szegény magyarokról. A 19. században vált divattá, a 20. századra általánosan elterjedt, és a 21. században is az iskolák életéhez tartozik a végzősöknek a szalag feltűzése, ami egyben a felnőttkor kezdetét jelöli. A legtöbb középiskolában előre hozták az esemény időpontját, így a Dombóvári I. és Gyula gimnázium végzős diákjainál is sor került rá, akik már a ruhájukon hordják az iskolához tartozás és lassú elválás jelét. Lampionokkal díszített sportcsarnok, matróz blúzba bújt fiatal hölgyek és öltönyös fiatal férfiak. Ők a Dombóvári I. és Gyula gimnázium végzős diákjai, akik izgatottan várták azt a pillanatot, amely egy lépéssel közelebb vitte őket egy életszakasz végéhez. Noha addig azért még várnak rájuk megpróbáltatások. Az ünnepélyes bevonulást követően hagyományszerűen a 11. évfolyam és az igazgatói búcsúztató indította a gimnazisták egyik legfontosabb eseményét, a szallagtűzőt. 96 végzős diákunk van ebben az esztendőben. Ballaga az iskola legnagyobb létszámosztálya, akik 39 fővel rendelkeznek még mindig. Egy 35 fős osztály és egy 21 fős osztály. Így alakult ki ez az impozáns létszám. A középiskolákban eleve az indítható minimális létszám magasabb, mint az általános iskolákban. És hát sajnos vagy nem sajnos, néha a fenntartók is arra kényszerülnek, hogy magasabb létszámokkal engedélyezzék az osztályokat. Így alakult ki ez a
magas létszám, viszont arra büszkék vagyunk, hogy körülbelül ennyien is iratkoztak be 4 éve, tehát mindenkiben volt annyi kitartás, szorgalom, hogy el is jutott ehhez a nevezetes alkalomig. Gyere ki a rétre játszani, a kezem a kezedben tartani, nem félek, ez véd meg. Ölej, ha eltaszítanak, szerethető, pusztító szavak, két lélek, egy élet. Most egy picit rendhagyó vagy újító módon egyesével jönnek ki a diákok, és a neveiket is felolvassák úgy, ahogy a diploma osztókon szokásos, és utána pedig készülnek a diákok évtizedek óta egy tánccal, egy meglepetés tánccal, ami most én nagyon örülök neki, megrögzött konzervatív igazgatóként, hogy 3 keringőt fog a népes közönség látni. Volt olyan osztályfőnök, aki másik iskolából érkezett hozzánk, ott ez jobban hagyomány, és úgy gondolták, hogy ezzel tiszteljük meg őket. Én, mint igazgató pedig sose szoktam az új kezdeményezéseket ellenezni. Mindig az osztályfőnökök tűzik a szalagokat, vannak olyan iskolák, ahol az egyel alacsonyabb évfolyam, nálunk mindig az osztályfőnökök, és azt hadd mondjam el, hogy azért is hoztuk ennyire előre, mert ugye a tavalyi tapasztalatok alapján úgy gondoltuk, hogy minél hamarabb rendezzük meg, hát ha az állam olyan intézkedésekre kényszerül, amikkel már nagy zárt körű rendezvények nem tarthatók meg. Óriásit hajtottak a gyerekek, tehát én tudom tapasztalatból is, osztályfőnöki tapasztalatból is, hogy rengeteg próba van már most mögöttük, és mindent megtettek annak érdekében, hogy úgy fölkészüljenek, hogy ahogy szokták mondani, színpadképes legyen a produkció. Ezt már mi nagyon korán augusztus végén eldöntöttük, kértük az osztályfőnökök véleményét, és azt mondták, hogy bevállalják, és úgy egyébként is ez a szeptember-október programok tekintetében annyira sűrű és annyira impozáns, hogy talán soha nem rendeztünk ennyit a gyerekek számára. Például, ha dicsekedjünk, a végzős évfolyam már Erdélyt is megjárt a szeptember végén, mert volt egy beragadt határtanuló útjuk, amit ugye a tavalyi évben hát eléggé érthető módon nem tudtunk megoldani és megszervezni, és most egy 5 napos gyönyörű úton vettek részt, ahol a Székelyföld legnépszerűbb helyeire is eljutottak. Én is itt érettségiztem az iskolában, és a 80-as években az én évfolyamon volt 1987-ben az első, akinek az akkor igazgató engedélyezte bál megtartását és egy komolyabb szalagtűző ünnepség megtartását, és tudom, hogy ez mit jelentett nekünk akkor, és azt is tudom, hogy mit jelentett volna, ha akkor van mozgókép, és vannak olyan fotó lehetőségek, mint most, amikor a napjainkban annyit tudunk fotózni, amennyit akarunk. Ez a pillanat a végzősök életében mind a hátrafelé, mint az előretekintés momentuma is. Amikor összegezni kell az eddigi éveket és meghatározni, milyen irányban indulnak el a felnőtté válás küszöbén. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!